kedvenc termékeim. Sziasztok, ez egy kedvences videó lesz, mégpedig megmutatom, hogy mik voltak novemberben a kedvenc termékeim. Remélem, hogy érdekelni fog titeket, tartsatok velem. Az első termék, amit be szeretnék mutatni, az a Ziajának a kakaóvajas testradírja, ami számomra a termék, és ha egy dolgot kellene kiválasztani az összes közül, akkor az ez lenne, mert egyszerűen csodákat művelt a bőrömmel, hihetetlen puhává, és nem azt mondom, hogy hidratáltá, de azáltal, hogy ugye az összes elhatámsejtet leszette a bőrömről, így olyan puha lett a bőröm, és egyszerűen imádtam használni. Az eddigi testvérokkal az volt a problémám, hogy valamiért nem szerettem őket használni, lehet, hogy azért, mert nem láttam egyből a hatását, de ez valami csoda. Én, ha mindenkinek ezt tudom ajánlani, konkrétan én ezt az arcomra is szoktam használni, szóval ez számomra egy testadír és arcadír egyben, 3-4 naponta szoktam használni, már konkrétan a felét elhasználtam, nem tudom, hogy így mennyire látszik, nem akarom kijönteni. Az illata számomra már túl erős, szerintem nem kellene neki ilyen erős illat, nem mondom, hogy rossz, vagy büdös, vagy valami, de jobban szeretem azokat a termékeket mostanában, mert igen, szerettem az ilyen agyon parfümözött, pacsulizott illatokat, de mostanában én úgy vagyok vele, hogy inkább legyen egy ilyen test, ápoló idézőjelben, amit a testemnek ennek parfümmentes, vagy kevésbé ilyen nagyon-nagyon erős, de lényeg a lényeg, hogy ez teszi a dolgát. A következő nagy kedvencem egy borotva, mégpedig a Gillette-nek ez a krémes fejű, szappanos fejű, nem is igazán, nem tudom, hogy mondjam. A lényeg, hogy mikor megláttam, hogy újra forgalmazzák, vagy lehet, hogy én voltam vak, és végig forgalmazták, és végig lehetett kapni, csak mondom, én voltam vak, nem tudom. A lényeg, hogy számomra ez a legtökéletesebb borotva. Én nem szeretek külön borotva habot használni, szeretem gyorsan elintézni a dolgokat, és ezzel viccen kívül egy 5 perc alatt megvagyok a teljes lábam borotválásával, a hónom alatt, ahol kell, úgyhogy nekem ez nagyon nagy kedvenc. Egy ilyen borotva, a szappanos fejek körülbelül olyan 2 hétig, 2,5 hétig bírja nálam, úgyhogy 3-4 naponta szoktam használni, úgyhogy lehet, hogy nem a leggazdaságosabb, mert mint mondtam 1400 forint, de még vannak ilyen, amiket így újra lehet venni rá a fejeket, de én próbáltam olyat, és ez annál sokkal jobb volt. A következők legyenek az illatok, konkrétan hoztam 2 illatosítót ide, mind a 2 Yankee Candle tárt. Az egyik, ami fel van épp bontva, ez a Snowflake Cookie, ami egy karácsonyos illat, és számomra a tökéletes karácsonyi illat. Spóroltam vele végig, mert ezt körülbelül nyáron rendeltem, vagy valahogy így, mert akkor is ugyanúgy szeretem az erősebb illatokat, mint most, viszont azért spórolok most vele, mert csak szerdán fog megérkezni a rendelésem, amit rendeltem az illatgyártya.hu-ra, és rendeltem egyből 3-at is ebből, úgyhogy már nagyon várom. Nagyon-nagyon karácsonyos, mézes kalácsos, tényleg sütis illata van, nagyon szerettem, valamint szintén egy ilyen sütis illat, ez a Vanilla Cupcake, amiből szintén rendeltem vagy 3 darabot, mert nagyon-nagyon kellemes és tényleg ilyen meleg, puha, vaníliás illata van. Ez még nem, amit hogy több volt nálam, kb. 3 ilyen tárt volt nálam a hónapban, és azt a 3-at el is használtam, vagyis hogy 2-t, mert ez a 3., de még jön 3, úgyhogy ezt is elhasználtam majd. Ha már illatoknál tartunk, akkor 2 parfümöt idehoztam, ami szöges ellentéte egymásnak, de mégis úgy gondoltam, hogy mind a 2-t megemlítem, ugyanis mind a 2-t nagyon sokszor hordtam a hónapban. Mind a 2 Bulgari. Ki nem találhatta volna az ember, hiszen a Bulgari a kedvenc márkám, parfümmárkám, nem mindegy. Az első az Omnia Crystalline, ami így néz ki, láthattátok a parfüm kollekciós videómban, majd lerakom az infoboxba. Ez egy nagyon tiszta, hétköznapi, munkába, suliba járó, tényleg egy friss illat. Míg a következő Bulgari, az a Jasmine Noir, mint mondtam, a szöges ellentéte. Egy füstös, egy virágos, egy nagyon erős karakteres illat. Konkrétan most is ez van rajta, mert úgy gondoltam, hogy ez a felsőhöz, nyaklánchoz, hajhoz, sminkhez
tökéletesen fog passzolni. Mind a kettőt szinte felváltva használtam. Ha olyan napom volt és úgy néztem ki, mondjuk, hogy magas sarkút vettem föl, akkor a Jasmin Noir-t fújtam magamra, hogyha visszafogottabb voltam, suli, munka, bármilyen, olyan, ahol megkövetelte a szolidabb illatot, akkor az Omnia Crystalline volt rajtam. És jöhetnek a sminkek. Az első termék az egy Joynapi szerzemény, ez pedig a Maybelline BB Skin primere, ami szerintem a mostani álláspontom szerint nekem eddig ez a legkedvencebb primerem, jobb, mint a Rimmel, mert a Rimmelnél azt éreztem, hogy nagyon folyós, és ez az állaga nekem nem tetszett, hiába volt vele tartós a sminkem, meg minden jó volt, de úgy éreztem, hogy egyszerűen nem nyújtotta azt, mint amit én szerettem volna, ez pedig nyújtja. A textúrája tökéletes, én nagyon szeretem, hogy egy ilyen sejmesebb állaga van, és amikor felviszem a bőrre, akkor tényleg ilyen szinte siklik az ujjam az arcomon. Nagyon kevés elég belőle, és én a személypudar alá is ezt szoktam felvinni. Ha már alapnál és primernél tartottunk, akkor meg kell említenem a kedvenc alapozómat, ez pedig az Estée Lauder-nek a Double Wear alapozója. Ugyanis ebben a hónapban, amit hogy november hónapban, és még most decemberben is, egyszerűen a bőröm valami katasztrófa. Nem tudom, hogy mi történt, vagy mi a baja, vagy mitől jön ez elő, lehet, hogy a stressztől, de egyszerűen borzalmas. Akkora és olyan pattanások, és olyan agresszív pattanások jöttek ki rajtam, hogy ez valami hihetetlen, és szinte emberek közé nem volt kedvem már menni, mert konkrétan itt a fejemnél akkora pattanás van még most is, és hiába nem látszik, mert belső pattanás, és nem tényleg így eltakarja a hajam, de olyan, így konkrétan egy ilyen vonzás körzete, így ekkora helyen kemény, és hihetetlen. Akkor ma reggel kijött itt egy, oké, kinyomtam, és most már nem látszik. Ja, meg itt volt a másik, ahol hatalmas, két hatalmas pattanás volt, olyan, mint egy nem tudom, egy leprás. Lényeg a lényeg, hogy muszáj volt egy ilyen erős fedésű alapozót használnom, hogy ki tudjak menni emberek közé, és vállalni tudjam az arcomat. Mert oké, nem ez határozza meg az embert, hogy érted, hogy sima a bőre vagy nem, de nekem a komfortzónámat növelte az, hogy egy erősebb fedésű alapozót használtam, úgyhogy nálam ez nagy favorit volt ebben a hónapban. Amit használtam az alapozó fölé, hogy még egy kis fedést tudjon neki adni, ez a Rimmel Lasting Finish 25 órás puder alapozó. Kettő is van belőle, ezt még nem kezdtem meg, ezt használgatom, mert van még belőle egy kicsi, nekem a 001-es Light Porcelán árnyalatban van meg, és nagyon szerettem, szépen lematította az arcbőrömet, nem volt utána ilyen nagyon maszkadású, nagyon mű, és tényleg annyira matt, hogy szerintem már halottnak tűntem volna, hanem tényleg tartósította, szépen mattította, de nem volt olyan tőle az arcom, mint egy nem tudom, egy nem normálisnak. Használtam highlightert is. A kedvenc highlighterem ez a Lovely Silver Highlighter, ami, hát látszik, hogy mennyit használtam belőle. Már elértem az aljára. Jaj, bocsánat egyébként a fényekért, meg a kameráért, de egyszerűen nem tudtam úgy felvenni. Ja, negyedjére veszem föl, na mindegy. Szóval nem tudtam úgy felvenni ezt a videót, hogy ne legyen az egész fejem fehér. Mert mostanában ablak előtt veszem föl a videót, mert ha az iPad-del veszem föl, akkor nagyon-nagyon szép fényviszonyok vannak, nagyon szépen látszik az arcom, minden látszik, nagyon szép minőségű új a videó. De most az előlapi kamerával veszem föl az iPhone-ommal, mert a Nikon gépem lemerült, az iPad-em nincs itthon, vagy az iPad az nincs itthon, úgyhogy kénytelen voltam most felvenni ezt a videót ezzel, mert már így is nagyon-nagyon elkéstem ezzel a videóval, de lényeg a lényeg, hogy most felveszem, remélem, hogy nem fog annyira zavarni a videó minősége. Szóval, a következő kedvenceim azok szájdavajló termékek. Az egyik, ami most látható a számon, de biztos, hogy nem látjátok, én sem látom, na mindegy. Szóval ez az Essence Szájceruza a 11-es In the Nude árnyalatban, ami itt van a kezemen, hol van? Itt. Szóval ez a szín, ami egy
picit sárgás, de nude, barna szín, nekem nagyon tetszik, nagyon szép, meg nagyon sok sminkhez lehet párosítani, erős sminkhez, nagyon füstös sminkhez, vagy egy szolidabb sminkhez is nagyon szép. Én csak magában szoktam használni, úgyhogy nem teszek fölé se szájfényt, se másik rúzs, hanem csak így à la nature. A másik kedvencem egy majdnem hasonló, mármint hogy így külsőre azt hinni az ember, hogy hops. A következő szintén egy szájszerúza, és azt hinni az ember, hogy hasonlít az előző legmutatott színhez, de nem. Nagyon, nagyon más szín. Ez a második szín konkrétan ez. És egy nagyon erős barnás burgundi szín. Imádtam ezt is. Nagyon szép, szépen mutat szintén egy erős sminkhez is. Hiába egy erős színről van szó. A szájra való termékek közül az utolsó. Ez az Astor Soft Sensation Lip Curl Butter Matte verzió 026 Royal Diva árnyalat, amiről olvashattatok már a blogon, és konkrétan ez az a szín, amiről most szó van, nem tudom, hogy mennyire látjátok. Szintén Jolnapi szerzemény, imádtam. Egyszerűen nem sok olyan szájra való termék van, főleg sötét színek közül, amiket én szeretnénk, mert most hülyeség vagy nem hülyeség, én úgy érzem, hogyha egy erős színű rúst felviszek, hogy mindenki sznobnak gondol. Mert oké, tudok viselni egy erős színt, egy vörös színt, de lehet, hogy másnak az, ahogy én úgy fellépek vele, amit, hogy így odaállok valaki elő, vagy az utcán sétálgatok, lehet, hogy rám néz, és én úgy érzem, hogy ha valaki rám néz, akkor azt gondolja, hogy sznob vagyok ezáltal. Jó, ezt hülyeség tudom, de nem mindegy. És ez a szín, aminél meg pont az ellenkezőjét gondolom, hogy abszolút elegáns, de laza, úgyhogy egy tökéletes szín, főleg így az őszre tére szerintem egy alapdarab. És az utolsó termék a Makeup Revolution Iconic Pro palettája, amivel láthatatok egy sminket előzőleg már itt a csatornámon. És egyszerűen imádtam ezt a palettát. Volt egy kis necessarem, amiben november hónapban azokat a termékeket raktam bele, amiket nagyon sokszor használtam, sőt minden nap azt használtam, mert ugye itt van az én sminkes szekrényem, és csak úgy tudok sminkelni, hogy állok. És én utálok állva sminkelni, nagyon sokan állva szeretnek sminkelni, de én utálok. Na mindegy, úgyhogy én mindig leültem ide a kanapéra, és itt sminkeltem, ezért mindig volt egy ilyen necessarem, amiben beleraktam azokat a termékeket, aztán, amikor kész voltam, akkor visszaraktam, másnap reggel megint ezt vettem elő, úgyhogy nagyon lekorlátozott voltak ebben a hónapban a smink termékek, amiket használtam. De ez végig benne volt. Konkrétan ezt használtam a szemöldökömre, egy nagyon szép barna szín. Picit vöröses, de annyira nem zavaró. Nagyon szépek a fényes színek, nagyon szépek a matt színek, mindegyik nagyon szépen pigmentált, 16 szín van benne, ha jól emlékszem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, igen, jól emlékeztem, és 3000 forint alatt kapható, úgyhogy szerintem egy tökéletes paletta. Főleg azoknak, akik szeretik a naturális színeket. És ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, ne haragudjatok tényleg a videó minőségéért, remélem, hogy normális lesz, és legalább a termékeket valamennyire látjátok, de mindenképpen el szerettem volna készíteni ezt a videót, mert jól nézek ki. Nem azért készítettem el, mert most megcsináltam a hajamat, meg most hajat mostan, meg mindent, de azért közrejátsz. Na mindegy, a lényeg, hogy köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha bármivel kapcsolatban van valami kérdésetek, valamelyik termékről szeretnétek bővebben, hogy beszéljek, írjak, megemlítsem, vagy nem tudom, akkor nyugodtan kérdezzétek meg, írjátok kommentet, lájkoljátok, iratkozzatok fel, ha még nem iratkoztatok. Úgyhogy ennyi lettem volna mára, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!